Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, a Weekend második része is többek között a szilveszterről fog szólni, de először van egy nagyon érdekes dolog az utónevekkel kapcsolatban. Én nemrég jöttem rá, hogy... Igen, belekóstoltam a pezsgőbe. Szóval nemrég jöttem rá, ez egy bonyolult szó, hogy ezeket minden hónapban frissítik, ezeket az anyakönyvhez hető utóneveket, és így volt ez december elején is, amikor megint jó néhány bekerült a listába. És ebben Minya Károly nyelvész lesz a segítségünkre, hogy mik is ezek az utónevek, és hogyan működik ez egyáltalán. Jelen pillanatban, hogyha valaki új utónevet akar adni a gyermekének, akkor a belügyminisztériumhoz vagy az anyakönyvvezetőhöz kell fordulnia, és a Nyelvtudomány Intézetnek az 5 munkatársa fogja elbírálni azt, hogy azok elfogadhatóak vagy sem. Azonban azt el kell mondani előre, hogy mindenki gondoljon arra, amikor a gyerekének fantasztikus és szenzációs nevet akar adni, hogy mi lesz akkor, hogyha netán ő valamilyen vállalat vezérigazgatója akar lenni, vagy pedig mi lesz vele, hogyha nyugdíjas lesz, hogy addig is ki fog-e tartani ez a név. Ugyanis már is mondok néhány viszonylag új nevet, tehát a leány nevek közül az Elizabel, a Nea, a Nissa, a Stilla, a Zamira, a Lira, rövidivel, a fiú nevek közül az Árvin, a Hakim, a Palkó, a Zeki, tehát ilyen becézett neveket is mégis elfogadnak, Vladik, Szorin, tehát ezek a nevek valóban nagyon furcsák és szokatlanok számunkra. Minden esetre azt tudni kell, hogy Magyarországon csak magyar helyesírással lehet bejegyeztetni nevet, tehát mondok egy nevet, ezt most nem is tudom, hogy fiú vagy lány név, mindegy, Ginger, tehát 2 J-vel kell leírni. Szerintem és... lány. Valószínűleg. Tartom. Jó, köszönöm szépen. De megszavaztuk. Igen. És azt a hihetetlen dolgot is el kell mondani, hogy bármi furcsa Magyarországon fiúnak fiú nevet kell adni, lánynak meg lány nevet. Szóval... Ha nem mondja, nem is gondoltuk volna. De van, aki megfordítaná, tehát igen. Például az Andrea nevet elutasították, mert fiúnak akarták adni. Szóval ezt ne is kommentáljuk talán. Esetleg pillantsunk bele abba, hogy miket utasítottak el. Pont erre akartam rákérdezni. Olyan is van, hogy elutasítanak? Igen, nem is kevés. Hála az égnek. Igen. Tehát például a női nevek közül a Babit, a Bogicát, a Bözsit, tehát ugye tényleg ez a Bözsi is, hát gondoljunk bele, hogy ha majd fölnő ez a gyerek, a Pötyi, a Lea, a Röneszmé, vagy a Valburga W-vel, a fiú nevek közül a már említett Andreát, tehát azt elutasították, aztán az Eont, tehát nem reklámozom most természetesen, elutasították a Felhőt, mert gyakran köznévi nevet akarnak adni a gyereknek, aztán vannak ilyen rövidítettek, hogy Zak meg Zé, tehát ezeket sem fogadták el, illetve a Nóri, ami 2 oval van írva, ugyanis hát persze a finn nyelvben például valóban a hosszú magánhangzót úgy jelölik, hogy 2 rövidet írnak egymás mellé, de hát a magyar nyelvben ugye úgynevezett mellékjelet, ékezetet tesznek a magánhangzóra, tehát ezt is elutasították. Egyébként óriási a választéka ezeknek a neveknek, tehát a Nyelvtudomány Intézet honlapjára valaki fölmegy, számomra is hihetetlen, hogy nem talál nevet a gyermekének. Minden esetre ettől függetlenül azért szokott szigorú is lenni ez a bizottság, mert ami nagyon-nagyon köznévi eredetű, akkor megint puskázok, a Napfi, a Szivárvány és a Kopasz nevet elutasították. Arra határozottan emlékszem, hogy több évvel ezelőtt a Radiátor nevet is elutasították. Igen, szóval... és talán Kazetta is volt, ha jól emlékszem. Hát ez alapján miért nem? Mindenféle van. Most én is itt puskázok, nem csak az újak közül, hanem a teljes elérhető listából. Van ilyen, hogy Hubertus. Ditke, te adnál a fiadnak ilyen nevet? Hogy Hubertus? Nem, Kovács Hubertus? Nem, mert bocsánat, ez a reklám helye, de rögtön az ital jutna eszembe róla. Pedig nem. Vagy az, hogy Kovács Áfonya? Szeretem az Áfonyát, de nem a fiamnak vagy a lányomnak a neveként, hogyha lesz majd esetleg. Igen, vannak érdekesek. Nekem például a női nevek közül a Wulfia. Rögtön nem tudom miért, de a hangzása miatt rögtön a farkas jut eszembe róla. Nem feltétlenül jó egy ilyennel fölruházni egy gyermeket, például egy iskolában, mert tudjuk, hogy például a gyerekek nagyon gonoszak ebben egymás között. Nagyon-nagyon rá tudnak szállni a másik különleges nevére, és csúfolódnak vele.
lelki törést is okozhat egy gyermeknek, gondolom. Főleg akkor, hogyha mondjuk apuka Lakatos, és az Angelo nevet kapja. Lakatos Angelo. Igen, ezzel találkozhatunk. Egyébként valóban figyelni kell arra is, hogy a vezeték és a keresztnév hogyan illeszkedik egymáshoz. Tehát például, hogyha valakinek ugye azt a nevet adják, hogy már is megtalálom a papírjaim között, hogy erdei, akkor lehet természetesen virág, de például boros, ha vezeték a neve, akkor nem jó, hogyha te a keresztneve. Tehát ezekkel az összehangzásokkal is kell figyelni. Minden esetre még tovább lehetne sorjázni egyébként az elutasított női név, még a Mazsola, a Rebecca két C-vel, az Edi Y-nal, a Kitty, amit esetleg valaki Kittynek is olvashat. Aztán itt van, hogy elutasított az Erdőcske, a Pötyi, a Zene vagy az Éden, a fiú nevek közül pedig az Adams vagy Adam, apostrof S. Tehát nagyon-nagyon, vagy volt, aki a Barnabást és a Sámuelt összevonta, és Barsa nevet akart adni a gyermekének, fiú gyermekének, vagy Felhő Tímár keresztnevet. Tehát, na hát ebből is tudnánk szemezgetni, és hogyha valaki szeretné, akkor ezt az interneten meg is teheti. Nagyon szépen köszönjük, hogy szemezgethettünk együtt, hát nincs erre jobb szó. Köszönjük szépen ezeket az információkat. Mi pedig visszatérünk egy kicsit a szilveszter témához, hiszen ruhánk és sminkünk már van, de kell egy hajat is készíteni. Csináljunk neked egy szép frizurát. Nekem? Mit szólsz? Persze. Na jó legyen, ámen. Igen, mert vannak hozzá szakembereink. Sziasztok! Na csücsenj is! El is döntöttétek, neki, hogy én leszek a modell, úgyhogy hajrá! Igen. No, szilveszter frizura, mi az abszolút trend, Imi? Most a frizurákban is az vált trendi, amit már a sminkekben is említettünk, hogy a smink, az új divattrend, a hajunk, a sminkünk is egyben. Mi most elhoztunk nektek egy új terméket, amivel kicsit fel lehet dobni a szilveszteri frizuránkat. Most az aktuális trend a szilveszteri formákban, vagy ezek az alkalmi jellegekben, hogy fonatot készítünk, és a fonatokba egy ilyen egyszeri alkalom, az első mosásig tartó színezést rakunk. Van ebből lila, rose gold, amit már említettek, ami éppen aktuális trend. Az aktuális divat trend így van, színek, így igaz? Van nálunk, és ez megjelenik. Eszembe jutott a fonat, mert mostanában nagyon sok közösségi média sztár jelent meg ilyen nagyon extrém hajfonatokkal, és egyébként szerintem nagyon jól néznek ki. Mikor lett igazából trend a hajfonat? Szerintem egy pár évvel ezelőtt kezdődött ez a fonat, itt megint csak a közösségi médiát tudom, hogy egyre több youtuber, insta sztár elkezdte ezeket a videókat készíteni, mint saját magának fonatokat készít, és akkor a hölgyek körében egyre népszerűbbé vált ez a hajviselet is. Most Ditke is egy fonatot fog kapni, gondolom nem a klasszikus háromágas fonást. Mit készítettek neki? Nem egy ilyen túl bonyolult fonás. Mondom, az a különlegessége, hogy igazából egy picit felruházzuk egy ilyen különlegesebb szín összeállítással. Én annyira szeretném egyébként magamnak ilyen kreatívan befonni a hajamat, de egyszerűen nem áll rá a kezem egyébként. Ebben tudtok néha vendégeknek segítséget nyújtani, hogy mégis nem hogyan kezdjünk egyedül neki, vagy ez teljesen egyénfüggő és kézügyesség függő? Abszolút gyakorlás kérdés. Gyakorlás. Akkor többet kéne fonogatnom a hajamat. Rengeteg videó található erre az interneten, és nyugodtan, ha végignézed, ott lépésről lépésre, step by stepről tudjátok követni. Igen, nagyon szépen színek köszönjük. Tekintetében. Mert tavaly szilveszterkor, meg tavaly előtt nagyon nagy divat volt ez a, lehet, hogy butaságot fogok mondani, ez a bemoshatós hajfesték. Tehát, hogy beszíneztem, és akkor szilveszter kibírt, aztán ki is moshattam a hajamból. Igen, most ennek van az update-je, ami egy új fajta termék, csak ebben már vannak csillogós, több szín, és ez sokkal könnyebben kijön a hajból. Ez egy új termék, amit Dorina a kolléganőm fog használni, és ezzel színezzük át egy kicsit ezt a fonatot. De alapvetően 2018-ban mondjuk mi volt az abszolút hajszíntrend? A balayage még mindig abszolút ez a hajszín. Nagyon kitartó a szőke. A módít, szőke, igen. Köszönöm, magyarul mondd, hogy mi is megértsük. Akkor Ditke most ő abszolút trendi, mert szőke abszolút is, meg fonatot is kap, én meg teljesen nem, úgyhogy... Azért a barna sem maradt alul a versenyben, de azért pont megkérdeztem a vendégeimet így a saját oldalamon, hogy melyik a népszerűbb, a szőke vagy a barna haj. Azért sajnos így a szőke nyert. Hajhozban van olyan, ami nagyon trendi?
Most a hosszú haj hódít egyértelműen, meg még a long bob, vagy a bob. Akkor nem vagyok annyira lemaradva, úgy érzem. Nem. Kicsit, hogyha előre tekintünk 2019-re, lesznek hatalmas nagy változások? Nem, annyira nem érzékelhető, bár mindig a közösségi média irányítja már igazából ezeket a trendeket. Ha valaki kitalál valami újdonságot, amit úgy hirtelen felkap a jó nép, hogy rögtön hamar elterjed. Hogyha külföldhöz viszonyítjuk magunkat, akkor hogy állnak a magyar hölgyek a frizura trenddel? Követik a külföldi mintákat? Abszolút követőek vagyunk, már szerintem nem tudnám azt mondani, hogy nem követjük a trendeket. Na, ez nagyon jó, Ditke. Igen. Hogy érzed magad? Én tökéletesen, tehát engem nem tudom, nagyon sok mindenkit egyébként zavarni szokott általában, ha a hajával matatnak. Én végtelenül élvezem, tehát én ilyenkor úgy érzem magam, mint egy kiskutya, akinek a fülét vakargatják, úgyhogy ellennék itt még egy darabig. Minden esetre nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen hajfonatot fogok kapni, különös tekintettel erre az új anyagra, amit meséltetek, hogy egy ilyen csillogó anyagot tudtok a delikvens hajára fölfújni. Egyébként úgy látom, hogy nagyon széles palettában található. Igen. Színben. Az én hajamhoz milyen színre gondoltatok egyébként első körben? Hát mondjuk most megadatik a lehetőség, hogy válasz akár te is. Aha, egyet. Mert mondani akartam, hogy mondjuk a sminkedben van egy pici lila. Igen, akár. Van egy kicsi bordó is, de hogyha meg a ruhámat nézed, abban meg a fekete és a púder dominál. Nyilván a fekete csillám az én hajamban nem lenne feltűnő, tehát azt kihúzhatjuk, ezt így hátra is sakkozom, jó? És akkor ő de lehet keverni is egy picit, hogy csillogó lila. Nekem egyébként megmondom őszintén, hogy ez a kicsit rose gold beütés tetszik, mert jó, hogy az legyen, a ez ruhámhoz van is még egy ilyen megy. Pici arany is, uh-huh. Akár. Beszéljünk már egy picit a férfiak hajáról, mert ugye a férfiakat eddig nagyon kihagytuk a műsorból, ők nem kaptak ruhát sem, meg sminket, meg semmit. Férfi hajaknál mi az, ami most hódít? Nagyon sokaknál látom, celebeknél, meg nem celebeknél, ez, hogy oldalt le van nyírva, felül hosszúra meg van hagyva, és akkor itt össze van csomózva, össze van fogva, az úgy trendi? Szerintem az meg kicsit kifutóban van. Na, hála a jó égnek, hogy más is így látja. Abszolút azt látom, hogy inkább a klasszikus vonalvezetés, ami a hétköznapi embereknél hódít. Nem látom azt, hogy ez a felfogott haj, ez meg kicsit visszaszorul. Bár a férfi hajtrendet inkább a focisták irányítják. Abszolút, de hogyha... Van egy EB vagy egy VB, akkor rögtön megjelennek elég érdekes frizurák, és akkor onnantól kezdve követik a férfitársak is. Igen, de ugye nem csak a hajukról lehet beszélni, hanem azért a szakába is van egyfajta minta a férfiaknál. Ott most mi a trendi? Hát a borosta, vagy ez az egész hosszú, ez a Kossuth szakál, amit hordanak a férfitársaink. Ezek most abszolút divat. Én most operatőrünket olyan szívesen megmutatnám, de nem hagyja magát, úgyhogy neki is egyébként egy ilyen trendi szakál jelent meg, egy trendi szőrzet az arcán, pedig eddig nem volt jellemző rá, de határozottan jól áll neki. Teljesen más arc élt kölcsönöz egyébként egy szakál egy férfinak. Nagyon sokat tud dobni rajta, vagy éppen rontani. Inkább idősíti el szerintem úgy a férfitársakat. És János, lehet, hallod? Na nem, leszögezhetjük, hogy abszolút trendi nálunk mindenki. Ditke, te most már abszolút, meg az operatőr kollégák is, meg mindenki. Nagyon gyorsan elkészítetted, én itt közben nézem, hogy mi történik hátul. Nagyon szép, ez az, amit én soha nem tudnék megcsinálni, sem magamnak, sem másnak. Én annyit láttam csak egyébként, hogy egy ecset volt a kezedben, ezt jól láttam. Tehát ezt az anyagot egy ecsettel kell fölhordani? Igen, azzal kell felvinni. És utána ezt meg kell szárítani igazából, uh-huh. És akkor egy picit változik a tónus, mert ez egy ilyen folyadék, és ezt felvisszük, és utána beleszárad a hajba, de ez nem jön ki belőle, csak a következő mosásnál. Mondani akartam, hogy mi az, hogy nem jön ki belőle, ne ijeszgess! Még én is megijedtem. Igen, most rám tört a nosztalgiázhatnék, mert eszembe jutott a régi jó kis általános iskolai rajzóra, amikor mi a temperával csináltuk ugyanezt. De eszméletlen, hogy most már a hajtrendekben is tulajdonképpen ilyen Picasso-k vagytok, hogy ecsettel hordtok föl különféle festékeket, amik tartósnak bizonyulnak, de kimoshatóak. Milyen trendek vannak egyébként még így a hajdíszítésben? Tehát most itt van ez a speciális anyag, amivel például egy fonatot föl lehet dobni. Divat-e még például a csillám, ha már most itt vagyunk szilveszterkor? Nem, azt már nem használjátok, nem használjátok már, igaz? Már csak ez van, ez az új trend. Ez még nem terjedt el, ezért hoztuk el, hogy bemutassuk, hogy ezt ha lehet használni majd, és majd a jövőben. Lehet. Kedves hölgyek, lehet majd kérni a fodrászoktól, hogy milyen színben is
mennyiségben kérik a hajukba? Hát nagyon szépen köszönjük, még Ditkének befejezik a haját, aztán mi pedig folytatjuk majd egy kis újévi koncerttel, és ahogy ígértem, megcsináljuk azokat a koktélokat is. Ditke, most már nagyon trendi vagy ezzel a frizurával. Vegyük úgy, hogy vége van a szilveszternek, de amúgy nem, mert visszatérünk még. De ha január 1-e és újév, akkor ugyebár Szabolcsi Koncert Fúvós zenekar elmaradhatatlan újévi koncertje. Schuster Csaba a vendégünk, nagyon sok szeretettel köszöntjük. És ez egy nagyon különleges újévi koncert lesz. Mit tartogat? Az az igazság, hogy minden egyes koncert különlegességet tartalmaz. Mindig van egy különlegessége az, hogy az a legújabb. No, de ehhez képest van tényleg egy különlegesség, ugyanis 80 év alakult meg ez az együttes, a fúvózenekar, Nyíregyháza vasútállomás Árpád fúvózenekaraként, és hát pontosan ugye 80 éves ünnepeljük a 80 évvel ezelőtti embereket, kollégáinkat, és ugye azt hozzá kell tennem, hogy azóta is folyamatosan működik ez az együttes. Szabolcs megyében ilyen nincs még egy kulturális csoport, aki 80 éve folyamatosan világháborúval együtt is, de tudott működni. Hát és a mazsoretjeinkkel együtt, meg a vendégcsoportok előadó művészekkel együtt egy nagyon varázslatos január 1-ére készülünk. Lehet, hogy a világon sincs még egy ilyen zenekar és együttes, akik ennyire hosszú idő óta és ilyen magas színvonalon tudnak működni. Azért 80 év tényleg nagyon hosszú idő. Voltak ilyen meghatározó pillanatok? Hát szerencsés helyzetben vagyok. Ha úgy veszünk a koromba adódóan, vagy éppen a koromba adódóan, nem vagyok szerencsés, mert ugye 50 éve játszok a zenekarban, tehát van egy pici rálátásom. Hál' Istennek a Mecsei Dani barátommal együtt. És hozzá kell tennem, mind a ketten vasútnál dolgozunk mai napig egyébként, és hát ez is egy olyan érdekes apropó. De úgy, nekem, hogyha visszaemlékszem, hogy ez csak úgy gurult szépen minden magától. És nem a lejtőről le lejtőről, hanem úgy gurult szépen. A csapatban ugye volt a meghatározó emberkék, azok jöttek, csinálták a dolgokat, nagyon jó karmestereink voltak, aztán időnként váltottunk, most végül lejutottunk oda, most a Bakó Levente a karmesterünk, ugye azt tudni kell, hogy nyíregyházi gyerek, ő is közöttünk nőtt fel, ugye a Levi már sokszor volt ebben a stúdióban, és nagyon ügyesen csinál dolgait, és örülünk is neki nagyon. Illetve most egy ilyen kis kutás palettát is igyekszünk tenni, hiszen a fellépő csoportok is érdekesek lesznek, ugye lesz a nyíregyházi társas tánckör, a Marján Kláriék, akkor közreműködnek majd a Szabolcs Tánc Együttes, illetve a Polip Együttesnek egy része, aztán a Krutilla Fruzsina és a Csernák Mónika fognak énekelni, és a Primavera Balett Együttes is érdekes módon egy kánkánt fog táncolni velünk, ez egy érdekes lesz, az is nagyon szép lesz egyébként, és hát ugye mi mazsoret csoportjaink, abból is van mindjárt három, és a 6 éves gyerekektől a 22-23 éves lányokig, vagy 25 éves lányokig hát érdekes produkciókat fognak előadni. Mondtam én, hogy különleges lesz ez az újévi koncert. Ezt akartam én is mondani, hogy én is úgy tudom, hogy a mazsoret csoportban kifejezetten, de a zenekarban is ugye több korosztály dolgozik egyszerre együtt. Nem szokott néha súrlódás lenni a fiatalok és az idősek között, hogy mondjuk egy előadás összeállításánál a fiatalok álmodnak valamit, az idősek viszont ragaszkodnak mondjuk egy régebbi trendhez? Nem. Nem, nagyon, ilyen nagyon jól működnek. Ilyen nálunk nincs, ilyen nincs. Ugyanis ugye a zene, azt mindenki kortól függetlenül ugyanazt a nyelvet beszéli, leülünk, zenélünk, aztán utána ezen keresztül persze utána haverkodunk, hát nekem, ja, nálunk ez egy alapvető dolog, hogy nálunk mindenki tegeződik a 12 éves is, meg a 62 éves is, ugyanúgy tegez egymást mindenki, tehát ez már egy kicsit összehúzza a jó népet, illetve nagyon jókat beszélgetünk a picikkel is, meg ugye a generációk is ott vannak, a gyerekem is ott zenél, vagy a másik futbolista lánynak, a Marikának is a lánya ott zenél, illetve a két vője, tehát van itt család, alapul rend, vagy a Tomcsik famíli. Konkrétan egy óriási família vagytok. Igen, hát. Hát volt, amikor az én családomban is, hogy a háma játszunk benne, de a feleségem az egy mazsorettes volt ő is, hát ugye a családi vállalkozás is mondhatnánk, de a Tomcsik csapat is ugyanígy van, vagy a Lórándi Marikáik, hát ilyen klánok, úgy szoktuk ezt mondani, kialakulnak nálunk is. Egyetlen egy dolgot hagytunk a végére, mégpedig azt, hogy elmondjuk, hogy pontosan mikor és hol lesz ez a műsor. Igen, 2019. január 1-én 17 órától lesz a Continental Arénában, amire nagyon nagy tisztelettel várunk mindenkit, és nagyon érdekes egyébként a jegyvásárlás körülmény is, hiszen a 14 éven a gyerekeknek nem kell jegyet váltaniuk, jöjjenek, várunk mindenkit.
Na hát ez igazán szuper hír volt szerintem így a végére. Köszönjük szépen. Köszönjük. Megpróbálunk ott lenni, igyekszünk, és nagyon sok sikert kívánjuk. Hogy töltsétek meg az egész arénát. Igyekszünk. És ugye mondtam, hogy vissza fogunk még térni a szilveszteri témához, méghozzá az utolsó témához. Kiszáradt a torkom, adj valamit inni. Na jó, akkor legyen ez. Szerintem ott lesz, aki tud nekünk segíteni nagy ebben. Szerint. De mindjárt kiderítjük. Horváth László a vendégünk. Szia! Én átjövök ide a másik oldalra, mert neked onnan szép a hajad. Ja, bocsánat, igen, a fonatom, mindig elfelejtem. Hát Laci már nagyon sokszor jött nekünk koktélokat készíteni, most is egy igazán szilveszterit fogsz nekünk bemutatni. Van fantázia neve ennek a koktélnak? Hát fantázia neve az nincs ennek a koktélnak, ugyanis mára egy olyan italt hoztam, ami a Világszövetség által elismert standard koktél. Gondolkoztam sokat, hogy szilveszterre vagy karácsonyra hozzak nektek italt, de úgy gondoltam, hogy ez mind a kettőre jó lehet. Egy otthon könnyen elkészíthető italt hoztam, mégis nagyon kellemes ízeket lehet kihozni belőle. Látom itt az alapanyagokat, egy dolgot nem látok, pezsgőt. Én azt hittem, hogy ez a szilveszternek elengedhetetlen alapanyaga, hogy pezsgő legyen. Hát igen, amikor megérkezünk a helyre, ahol fogunk szilveszterezni, vagy éjfélkor, de közben nem egész éjszaka szilvesztert, nem egész éjszaka pezsgőt fogyasztunk. Pedig ez nem nagyon szabad keverni a dolgokat, de talán kettő alapanyag az még elférne, akkor mesélj nekünk. De pezsgőből is lehet koktélokat készíteni. Természetesen. Én egyet ismerek is, ezt még annak idején a testvérem tanította nekem, aki dolgozott olyan helyen, ahol ezt készítik, a 25 vagy 50%-os baracklé pezsgővel keverve. Ez így a pezsi koktél. Egyébként nagyon finom és nagyon-nagyon hamar csap. A standard neve Bellini. Bellini. Na most igen. Már ezt is tudom. Jó, közben én elkezdeném az italt, jó? Egy nagyon egyszerű ital, egy kis menta van benne, cukorszirup, amit én barna cukorból készítettem, az ilyen színű, és egy amerikai viszkit kell beletenni. A neve az Mint Julep. Van egy kis sztori is hozzá, igazából maga a története az annyi lenne, hogy a származására több külön sztori van, úgyhogy ebben nem megyek annyira bele. Mert ki mit mond? Ugye valaki a rabszolgáknak mondja, hogy ők találták ki, valaki más mond. Inkább ami fix az, hogy Amerikában, Kentuckyban ugye vannak ezek a lóversenyek. Igen. Ez a Kentucky Derby. Na ebből az italból több ezret elfogyasztanak egy ilyen lóverseny hétvége alatt. Tehát ők általában Kentucky whiskyből is készítik, tehát most én egy kicsit másabb fajtát hoztam, Tennesseeből hoztam egy whiskyt, de ők erre esküsznek, hogy ez az ital, ez a legjobb. Közben már készítem. Fáj, hogy autóval jöttünk. Ugye? Ettől függetlenül azért legalább megnézhetjük, hogy hogyan készül, aztán ha ügyesek vagyunk, akkor otthon is elkészíthetjük. Sőt, mi lenne, hogyha nem csak megnéznénk, hanem mondjuk én megpróbálnám leutánozni azt, szerinted amit te csinálsz. Menni fog? Biztos, hogy nem, de Ditke annyit segít, hogy ezt megfogja nekem. Nagyon egyszerű, tényleg bárki otthon is ugyanúgy el tudja készíteni. Egy pici mentát, ugye egy kis maroknyi mentát, tehát nem számra mondom, hogy hány darab legyen. Még hozzátennék, hogy ilyen fémpohárban fogjuk készíteni, ugyanis ennek a Julep nevű italnak tipikusan ilyen fémpohárban kell készülnie. Hogy fémpohár íze legyen. Oké, világos, csináljuk. Eredetileg így készült, és azóta így. Mentát egy picit így össze fogsz tapsolni a kezedben, és beledobod. Ezt a technikusunk nagyon fogja szeretni. Igen, és beledobod. Beledobtam. Jó, itt még olyan nagyon nagy dolog nem történt. Eddig jó vagyok. Megfogod ezt a kis mércét. Te azzal fogod mérni. Most már tudjuk, ő a mérték. Mérce, igen. Én ilyen kis kanál formával fogom, ugyanis ilyen evőkanál mennyiséget, vagy 2 centet úgy is mondhatom, te majd a 2 centes verziót fogod használni. Az ez a kisebbik. Igen, igen, igen. Jó. És ebből fogok beletenni. Ez ugye a barna cukorból készített szirup. Így van. Ez ilyen otthon is elkészíthető, szintén kis cukor, víz, felforralom, lehűtöm, egyenlő arányban szokták általában megadni. Én ugyanezt, egy ide. Dolgot még hagyd tegyek na, hozzá, hogy rosszul fogom. Mércét ide tedd, így egy kicsit le, és majd így belefordítod. Jaj, hát persze, ezt viszont trükkök. Folyd is fejre, amikor töltesz. Teljesen. Tehát teljesen. Ja, hogy így, oké, okay. Világos megérte, tele? Nem, 3/4-ig még szólok majd, most jó. Szerinted látom, hogy hol a 3/4-e? Igen, és így belefordítod. Nagyon jó! Picit remegett a kezem, de nagyon izgi. Kapsz egy kanalat. De jó. Ugyanis ilyenkor egy picit, veszek ilyet otthonra picit is. A mentának ezzel a részével egy picit átforgatjuk, jó? Uh-huh. Cukorszirupot, egy kicsit átvegye a pohár és az illatát. A mentát tömködni is kell közben nem hozni? Kell, nem kell, csak kavarjam. Nem szabad, mert ez nem tesz jót neki. Egy pici jeget is teszünk már bele, mindenképpen ilyen törtjég vagy zúzott jég legyen.
még nem fogjuk teletenni, csak egy picit teszünk. Ezt belerakom neked. Hát, jó? Köszönöm szépen. És erre fogjuk ráönteni majd a viszkit. Ez mennyi ideig áll a hűtőben? Holnap akkor nem kocsival jövök. Hát ha a jeget nem tettük volna bele, mert ugye az fel fogja nagyon vizezni. Igazából azért kell mindenképpen zúzott jeget vagy törjéget használni, mert ugye egy kicsit jobban olvadjon és egy kis jégvíz is menjen, mert amúgy nagyon tömény lenne, hogy csak alkohol van benne. Uh-huh. Először csak egy 2 cent mennyiségű viszkit fogunk hozzátenni. Azt már tudom, hogy mennyi. Igen. És azt is tudod, várjá, hogy kell beletölteni. Várjál, ezt elveszem. Várjál, így fogtam, ugye? Így van. Oké. Okay. Csak vízszintesen tartsd a mércét. Vízszintesen, igen. A mércét. Kicsit mellé is megy, de... Ilyenkor már mindegy, szilveszter. Szilveszter, vegyük úgy, hogy... A legtöbben nem fogják mérni, csak töltik bele, úgyhogy... Ezt nem most csinálom, tehát már kóstoltam egy pezsgőt mondjuk. Jó, teszünk hozzá még egy kis jeget. Tehát ilyen apródonként hozzáadagolunk jeget. Viszki illatú a kezem. Ugye? Megállít a rendőr, mit mondok neki. Műsorfelvétel volt. Parancsol. Pontosan ugyanezt. Szintén jó. Egy kicsit átforgatjuk, jó? Már most ugye a menta át fogja venni, vagy menta íz át fog menni a viszkivel egy kicsit. Jó, és akkor most még 4 centet beleteszünk. Az a másik oldal lesz. Így van. Fú. Profi mixer leszek itt a műsor ugye? Végére. Ja, mondjuk nekem olyan. Már megnyerte a tetszésemet onnan, hogy láttam, hogy menta kerül bele, mert én nagyon-nagyon szeretem, amikor egy italnak a menta egy ilyen igazán frissítő, mentolos jelleget kölcsönöz. És tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor koktélokban ez majd, hogy nem mindenhez társul. Igen, csak a vendégek nem mindenki szereti ugye a nagyon mentás dolgokat, tehát igazából meg kell beszélni a vendéggel, uh-huh. hogy milyen ízvilágot szeret, és úgy kell neki ajánlani italt. Nekem mondjuk a kedvencem a mojito, de nagyon sok mentával. Nagyon-nagyon sok mentával, határozottan hűsítőleg. Hát, látod, ha egy kis eszemnek volna, egy virgin mojitót rendelhettem volna, mert azzal még vezethetek, és tele lehet igen. mentával ugyanúgy. Utána ezt szépen megpakoltuk jéggel. Igen, mint mondtam, egy picit a jégvíz is hozzátartozik ez italhoz, uh-huh. hogy eresszem bele egy kis jégvizet. Ezt mindig nagyon púposan meg szokták pakolni ezzel a kis törtjéggel. Gondolom, akkor már nem fogjuk kavargatni. Nem. Teszünk bele egy kis szívószálat. 2. 2, így van. Ugye meg tudja kóstolni egy kolléga is, vagy bárki. Teszünk bele egy kis mentát, ezt majd átruházom rád most egy kis pohárban. Új, itt virág is van. Ez lesz a díszítésünk. Ugye mentát először is csak annyit csinálunk, hogy egy picit így meglengetjük felette, így hogy a menta illat ezt így. Benne legyen. Megfogod itt az alját, és egy kicsit így a poharat így körbe fogod vele. Mínusz egy jég. Beletesszük ide mellé, egy ilyen kis csokorban. Én az, na jó, oda teszem mellé. Igen. Itt egy picit ezt így le. Igen. Majd ugye ehető virágot teszünk rá egy kicsit díszítésnek. Ide oldalra. Ugye ez nagyon közkedvelt díszítés mostanában. Természetesen színben jó lenne egy kis odaillő. Meg a dekorációhoz, meg a sminkünkhöz, meg a ruhánkhoz így illő. Van. Ha egy picit a karácsonyra is gondolunk, ugye szoktak ilyen narancs és, ezt leteszem ide, ilyen narancs és szegfűszeg illatot árasztani az italok, az ételek. Ugye a forralt borra is gondolok. Igen. Én egy picit a narancs illatot próbálom még a tetejére permetezni. Jajaj. Egy kicsit. Ezt ismerem, ezt az eljárást. Nem. Ha jól emlékszem, akkor igen, erre gondoltam. Igen, mert ugye ilyenkor a narancs héjában lévő illóanyagokat tulajdonképpen a tűz által felerősíted, és ugye mivel a jégen, illetve a virágokon a díszítésen megragad, ezáltal, hogyha fölemeljük a poharat, az első illat, ami meg fog csapni a mentán kívül, az a narancsé lesz. Így és van. Ráadásul az aroma is belekerül az italba. És egyből gondolunk az ünnepek szépségére. Igen, mert hogy most szilveszter van, de visszaemlékezünk a karácsonyra, a narancsra. Még annyit hozzátennék az italhoz, hogyha nem szívószállal fogyasztjuk, itt van egy ilyen kis eszközünk, ezt zsülepszűrőnek hívják. Tipikusan ez italhoz találták ki, ugyanis ha nincs szívószál, akkor ezzel lefogja az ember, és így fogja elfogyasztani az italt. Hmm.
Tehát minden embernek adnak, aki ilyet fogyaszt. Na, hát legalábbis egyet. Ezt a narancs égetést, ezt én már most nem fogom megpróbálni, mert félek, hogy legyújtom a díszletet, de Lacinak adunk egy ilyen szép szilveszteri dekorációt. Én is készültem neki egyel egyébként, úgyhogy akkor most már kapsz kettőt, tessék, parancsolj. Na, akkor most már teljes a hangulat. Kedves nézőink, ennyi fért 2018-ba és a weekendbe, de megígérjük, hogy jövünk 2019-ben is, hasonlóan színes és izgalmas témákkal. Várjuk Önöket akkor is, ha az összes adásunkban tartsanak velünk mindig. Köszönjük szépen, hogy egész évben velünk voltak. Boldog új évet! Boldog új évet! Boldog új évet!